Sziasztok, könyvmajok! Ez itt a Borító Alatt csatorna. Én Rita vagyok, és hoztam nektek egy újabb ajánlót. A mai könyvünk nem más, mint Catherine Ardentől A lány a toronyban. Az északi erdő legendájának második része ez a könyv. Az első részről már készült ajánló és kibeszélő, azt meg tudjátok nézni, hogy felvegyétek a fonalat. Én pedig olvastam tovább, mert tökéletes ez a könyvsorozat, nagyon berántja az embert, nagyon magával tud vinni. Ráadásul úgy van vége az első könyvnek, hogy mindenképpen muszáj olvasnod tovább. És ennek a második résznek is úgy van vége, hogy hát ezt muszáj folytatni. Akit be tudott rántani az első könyv, az szerintem simán végig tolja mind a három részt. Nagyon izgalmas, nagyon más, tele van orosz szavakkal, régi orosz szavakkal ráadásul, viszont ez senkit nem kell, hogy eltántorítson, mert a végén kapunk egy szószedetet, ami az orosz szavak megmagyarázásául szolgál, szerintem nagyon hasznos. Ráadásul a második könyv végén kapunk jegyzetet az orosz nevekhez is, hogy a Vászja az a Vasilisza, hogy Alexandr az Sasha, és stb. Ami nekem egyébként az első könyvből egy picit hiányzott, mert oké, hogy valahol olvastunk Dostojevszkijt meg Tolstojt, de azokkal is küzdöttünk, hogy akkor most ki kicsoda, mert a három névből ráadásul lett egy negyedik név, ami a becenév, és ezt így nagyon nehéz elhelyezni. Na, ezt a második könyv ezt tök jól kiküszöböli, mert már próbálja megmagyarázni nekünk az írónő, hogy kit miért hívunk úgy, ahogy, és ez is nagyon sokat segített, illetve alapvetően az egész történet már egyrészt ismerős szinte a közeg, amiben játszódik, nyilván kapunk új neveket, hiszen ez egy másik történet, de ők már nem annyira testidegenek, ők már beleillenek ebbe az oroszos világba, és így szerintem sokkal gördülékenyebb az olvasás, főleg, hogyha egymás után szorosan tudja olvasni őket az ember, akkor meg aztán végképp nem okoz szerintem ilyen nagyon nagy problémát. Furcsa, meg kell szokni, de erre pont tökéletes volt az első könyv, hogy ezt megszokja az ember. Nekem itt a másodiknál már nem volt ilyen nagy problémám ezzel, hogy Jézus Mária, orosz nevek, most mi lesz velem? Sokkal gördülékenyebben ment az olvasása. A borító tökéletesen illeszkedik a trilógiába, itt látjuk a címre való utalást is, a toronnyal, látunk egy lovast, és látunk valami palotaszerűséget is, ami tulajdonképpen tökéletesen leírja azt, hogy miről szól a történet, a címről nem is beszélve amúgy, mert ez a cím sokkal többet mond, mint amit gondolunk először. Mivel az első könyvnek ugye úgy lett vége, hogy Vászjának az a két választása van, hogy Zárdába vonul, vagy házasságot köt, ehhez képest ő nyilvánvalóan egy harmadik utat választ, de mégis ott van a torony, a bezártság érzés kifejezése, és ezt az írónő végigviszi a második könyvben is. Végig érezzük ezt a fajta feszültséget, hogy őt be akarják zárni egy toronyba, és ott kell, hogy leélje az életét, és erre nagyon sok utalást is kapunk, úgyhogy szerintem fantasztikus lett a címválasztás, nekem nagyon bejött, és tényleg a végére értettem meg, hogy miért ennyire tökéletes ez a címválasztás. A szereplőink mások és egy picit többen vannak, viszont a történet maga megköveteli azt, hogy egész egyszerűen többen legyenek, hiszen Moszkvában játszódik a cselekmény leginkább, és emiatt moszkvai urak is szerepet kapnak Vászja életében. Jönnek az újabb intrikák, amiknek ők a főszereplői, ki kell deríteni egy nagyon komoly csalást, amiben természetesen Vászja elöljár, és az ő testvéreinek a segítségével szerintem egész jól meg is oldják ezt a helyzetet, de Vászja öntörvényűsége és az ő egyedül léte, hogy nem tud igazából tanácsot se kérni, meg támaszkodni senkire, ez egy picit megnehezíti a helyzetet, és egy sokkal nagyobb bonyodalom keveredik ki belőle, mint aminek amúgy kellett volna lennie. Ettől függetlenül nagyon életszagú lett a történet. Sokkal valóságosabb ez a verzió, amit itt kapunk, mint ami a happy end-szerűség lenne, és pont ettől is nagyon érdekes ez a könyv.
ennek a világnak a legfontosabb mellékszereplőivel, a csértikkel, a szellemekkel, az ördögökkel, bárhogy is hívjuk őket, is szorosabb kapcsolatba kerülünk, sokkal többet megtudunk róluk, Moroszkóról és a medvéről is sokkal többet megtudunk. Ez egy nagyon jó második rész szerintem, pontosan azért, mert szövi a bonyodalmakat, de közben egy csomó kérdést még tisztábban látunk, és a vége az pedig olyan, hogy tényleg meg akarod fogni rögtön a következőt, és olvasnod kell. Úgyhogy borzasztóan várom a végkifejletet, hogy mi lesz a harmadik részben és a rész végén. Kíváncsi vagyok, hogy meg lesz-e valamennyire az a happy end, vagy maradunk egy picit jobban a realitás talaján. Ráadásul van egy történelmi vonatkozása is ennek az egésznek, úgyhogy nyilván ezek között lavíroz az írónő, hogy beleszövi a fantáziát a történelembe. Olyan szereplőket ad nekünk, akik egyébként nem voltak jelen ezeken a történelmi eseményeken, mégis annyira fontos kulcsszerepet játszanak, hogy megkerülhetetlennek tűnnek az olvasó számára. És talán ettől ennyire jó egy fantasy, hogy a történelmet is képes annyira élővé és valóssá és izgalmassá tenni, hogy minden egyes lapon izgulsz és rettegsz, hogy mi lesz a következő lépés. Úgyhogy remélem felkeltettem az érdeklődéseteket, ha esetleg lanyhult volna ez az első könyv után. Szerintem megéri elolvasni, én nagyon imádtam, és mindenkinek tudom ajánlani, egyrészt, aki az elsőt olvasta és félbehagyta, ne hagyjátok abba, szerintem nagyon komoly meglepetéseket tud okozni a könyv. Másrészt annak, aki szereti a fantasyt, aki szereti a történelemmel átszőtt fantasyt, vagy inkább fantasyvel átszőtt történelmet, akit érdekel ez az orosz irány, aki egy picit is bele akarja képzelni magát egy ilyen tizenéves lány szerepébe, vagy érezte magát hasonlóan, mint Vászja érzi, szerintem korosztálytól teljesen független. Itt a második könyv azért egy picit már keményebb és brutálisabb, tehát aki nem bírja jól az erőszakot, vagy még keveset találkozott vele, annak azért óvatosan ajánlom igazából, hogy olvassa, mert érhetik meglepetések. Azért ez már egy picit durvább irány, mint ami az első könyvben volt. Hozom nem sokára majd a befejező résznek is a kibeszélőjét és az ajánlóját, de addig is tudtok követni a Facebook, illetve az Insta oldalamon is. A linkjüket megtaláljátok a leírásban, illetve kitettem ide nektek két videót, amit meg tudtok nézni, hallgatni közben, és hogyha a csengőgombra kattintotok, akkor nem maradtok le az újabb tartalmakról sem. Én pedig olvasok tovább, tegyetek így ti is. Legyetek jók, olvassatok sokat. Sziasztok!